A Nagykálói Ipari Park újabb üzeme. Egy hűtőház épül éppen az M3-as autópálya szomszédságában. Folyamatosan népesül be az újabb befektetők által a terület, ami a város gazdasága számára is előnyös. Horváth Tibor polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, amíg 2019-ben még gépjárműadó beszedésével 370 millió forint körüli adóbevétele volt az önkormányzatnak, most anélkül csak nem 600 millió forint bevétellel számolnak. Köszönhető ez annak, hogy egyre több cég fizet iparűzési adót a városban. Maga az ipari parkunk egy nagyon előnyös helyen található, és jó időben voltunk jó, jó helyen, jókor váltottunk szemléletet, ugye a ciklus elején mi újra gondoltuk az ipari park működését, eladásait, és ugye felszabdaltuk kisebb területeket, alakítottunk ki, amivel meg tudtunk szólítani olyan vállalkozókat, akik így már perspektívát láttak benne, és valójában mondhatom büszkén, hogy például áprilisban is lesz egy új üzemnek az át. Nagykálló Nagykáló képviselőtestülete február végi ülésén fogadta el a város idei évi költségvetés tervezetét, melynek fő összege mintegy 3 milliárd forint. Horváth Tibor azt mondta, az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően idén is minden tervezett feladatot teljesíteni tudnak. Emellett elő tudják teremteni azt a fél milliárd forint körüli összeget is, ami a város központban épülő Kálai kettős rendezvényházhoz szükséges egy kiszámítható, tervezhető költségvetésünk van, és azt gondolom, hogy kisebb a kockázat, bár, bár ugye vannak komoly vállalásaink, ugye a elhangzott a rendezvénytér, vagy rendezvényháznak maga az építése, ott azért egy komoly közel 600 millió forintos önerőt vállalt be az önkormányzat, ami ez milyen ütemezéssel erre az évre mennyi? Ez esik? már, hát mivel elméletileg januárban kész kell lennie a háznak, úgyhogy mondhatom, hogy ennek a jelentős része az ebben az évben kifizetésre kell, hogy kerüljön. Ebből egy reálisan szerintem ugye 500 millió forint az, amit ebben az évben nekünk rendelkezésére kell majd bocsájtanunk a önkormányzati cégnek, aki maga a megrendelő. Úgyhogy vannak komoly vállalásaink, de stabil a gazdálkodásunk az elmúlt években ezért is e, nagyon felelősen próbáltunk takarékoskodni. Pont kerül a kérdőjelek helyére a Nagykálói Napstrand ügyében is, ugyanis már elnyert támogatása van az önkormányzatnak a fürdő felújítására. Az elhasználódás miatt az elmúlt években nem működött gazdaságosan a komplexum. Ezt a folyamatot szeretnék most megfordítani a medencék újra burkolásával, valamint napelemes rendszer telepítésével.